Ballagi Mór neve bizonyára mindenkinek ismerősen cseng. A nyelvész, tudós, teológus, a magyar reformátusság kiemelkedő alakja volt. De arról, hogy milyen ferencvárosi vonatkozása van, erről kérdezem Ambrust. Ballagi Mórnak nagyon sok ferencvárosi kapcsolódása van egyébként, főleg 1855-től, amikor Kecskemétről Pestre költözött, ugyanis akkor költözött ide a Dunamelléki református egyházkerület, a Calvin téren, a Calvin téri templom melletti épületet töltötték meg élettel és tartalommal, hiszen a teológia is ott kezdett el működni, és Ballagi Mór akkor már ennek a teológiának nagy hírű professzora volt, és aztán 1877-ben nyugdíjba ment, de természetesen a tanításról nem mondott le. Majdnem 30 éven keresztül ő szerkesztette a protestáns egyházi és iskolai lapokat, és hát 1880-ban megvásárolta azt a telket, amelyre a következő évben azt a nagyon szép neoreneszánsz stílusú épületet, lakóépületet felhúzták. Ez lett az ő családjának az otthona, meg az ő otthona is, és ennek a bizonyos szerkesztőségnek is a fő hadiszállása. Akkor menjünk be a ház udvarára, és mutassuk meg a nézőknek, hogy hol is lakott Ballagi Mór. Ballagi Mór egyébként egy nagyon kalandos életút mögött állt már akkor is, amikor ide költözött ebbe a házba. 1815-ben született egyébként Zemplén vármegyében, egy Ignóc nevű településen, egy nagyon szegény zsidó család gyermekeként, 14 testvére volt, és az édesapa, aki mezőgazdasággal foglalkozott, árendás volt, bérleti szerződésben állt a földesúrral, az nagyon hamar csődbe ment, elszegényedett, és ebből a szörnyű helyzetből a kivezető út egyedül a tanulás volt, amelyet annak idején Bloch Móric, később magyarosított, aztán Ballagira, ki is használt, nagyon sokat tanult. Aztán 1830-as évek közepén, nagyon fiatalon, ugye 1815-ben született, Pestre költözött, és beiratkozott a Pesti Egyetemre, hogy mérnöknek tanuljon, de annak idején a szokásjog, vagy a szokás tulajdonképpen csak azt engedte meg a zsidók számára, hogy orvosok legyenek, de azt, hogy mérnökök, tehát ilyen tudományos tevékenységgel foglalkoznak, azt nem nagyon. Ugyan erre nem volt semmilyen rendelet vagy szabály, amely ezt megtiltotta volna, de a tanárok megbuktatták őt többször is, amelyet hát ő elég természetesen érthető okokból elég rossz néven vett, úgyhogy úgy döntött, hogy nem adja fel a tanulási, vagy nem hagy fel a tanulással. A tanulásvágy akkora volt benne. Párizsba költözött, ahol szintén nagyon szegény sorban tengődött, de képezte magát, tanult tovább. Ugyanakkor foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy lehetne a magyarországi zsidók helyzetét jobbítani, és írt is egy röpiratot a zsidókról címmel, amelyet Eötvös József báró, a magyar reformkor egyik kiemelkedő, és aztán az 1867-es kiegyezés követő időszak egyik kiemelkedő alakja elolvasott, és nagyon tetszett neki, és visszahívta őt Magyarországra, hogy segítsen ebben a emancipálódó, vagy emancipációt elősegítő időszakban Magyarországon tevékenykedni. Haza is költözött, és elkészítette ennek a bizonyos Tórának, tehát Mózes öt könyvének a magyar fordítását, amelyet ő héberből fordított, aminek az eredménye az volt, hogy őt a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagjává választotta, olyan sikere volt ennek a munkájának, és hát a tudományos élet tulajdonképpen befogadta őt, de ő nem elégedett meg ezzel, ő ismét tanulni akart, Németországba ment, Tübingába, vagy Tübingenbe, magyarosan Tübingába költözött, ahol teológiát tanult, nyelvészetet tanult, szótárakat készített, magyar-német szótárat készített, magyar-héber szótárat készített, és 1843-ban áttérte az evangélikus hitre, tehát kikeresztelkedett, de tulajdonképpen a reformátusok is magukénak érezték, és ő egy közös protestáns felekezetben gondolkodott, azt hiszem, hogy haláláig. Visszaköltözött Magyarországra, és aztán 1848-ban részt vett a márciusi eseményekben is, részt vett a szabadságharcban is, Görgei Artúr seregében is szolgált, Aulich Lajos seregében is szolgált, elsősorban írnokként, illetve jegyzőként, tehát nem fegyverrel, de tollal harcolt a szabadságért, amelynek a következménye a szabadságharc bukása után az volt, hogy őt eltiltották, internálták egy ideig, aztán eltiltották a tudományos munkától, és hát egészen 1877-es nyugdíjba vonulásáig a magyar közélet egyik nagyon fontos alakja volt, országgyűlési képviselő is volt 1861-ben, tehát a politikával is foglalkozott függetlenségiként, tehát a 48-as nagy jogegyenlőség ügyét ő semmiképpen nem akarta feladni. Két remek tudós fiút is adott a magyar tudományosságnak. Az egyik Ballagi Géza volt, aki Sárospatakon jogot tanított, a másik Ballagi Aladár, aki a magyar művelődéstörténet egyik nagy alakja, tudósa volt, és ő is a Tudományos Akadémia tagjaként fejezte be a pályafutását. És hát ebben a házban laktak egyébként, és hát különböző anekdoták is fennmaradtak róla. A legérdekesebb talán az még az irodalomtörténethez is kapcsolódik. Mielőtt ezt az anekdotát elmesélnéd, mutassuk meg, hogy hol is lakott Ballagi Mór pontosan, melyik volt az ő lakása? Hogyha felnézünk, akkor az első emelet traktusa mögötti nagy méretű lakás volt a családnak az otthona, amely egyébként a Kinizsi utcára néző ablakokkal rendelkezett, és hogy milyen praktikusan gondolkodtak akkor az emberek, Ballagi Mór is itt tett. A felette levő emeleten működött a szerkesztősége ennek a bizonyos protestáns iskolai és egyházi lapoknak. És akkor most elmondanám ezt a bizonyos anekdotát, ami nagyon érdekes egyébként, és Madách Imrével kapcsolatos. 1860-ban Veres Pálné meghívására több irodalmár, illetve a magyar pedagógia kiváló alakjai összegyűltek. Brunswick Teréz például, és itt volt, vagy ott volt ezen a baráti összejövetelen, amelyen Madách Imre hát éppen arról beszélt a többieknek, hogy egy nagy szabású drámai művön dolgozik. De nincs még címe a darabnak, és igazából nem is tudta eldönteni, hogy egy konkrét történelmi esemény dolgozzon föl, vagy valami még nagyobb ívű dolog legyen. A többiek, a barátok azt javasolták neki, hogy legyen egy történelmi, korokon átívelő darab, amely az ember létkérdéseivel foglalkozik. És miközben erről beszélgettek, nem vették észre, hogy Ballagi Mór a közeli kis tavacskára elment hát evezni, csónakázni. Beleesett a tóba, ez csak akkor derült ki, amikor már elkezdték őt keresni, csuron vizesen megjelent a társaságban, és így magára mutatott, és mondta, hogy ez az ember tragédiája. És akkor innen jön tulajdonképpen. Madách Imrének ez nagyon megtetszett ez a mondat, és akkor ő meg a fejhez kapott, hogy hát akkor megvan a darabnak, a drámának a címe. Hát bár nem itt a Ferencvárosban, de ugye azt tudjuk, hogy Ballagi Mór utcát is neveztek el, egészen pontosan a 11. kerületben található. Következő adásunkban még mindig 1848-nál maradunk, és egy nagy forradalmi tüntetésről beszélünk.